Sziasztok! Szeretnék egy kis használati tapasztalatot megosztani veletek az AUVO Pro S Max rolleremmel kapcsolatban. Ezt decemberben vásároltam, azóta 1340 km tettem meg vele. A tapasztalatom az, hogy városi rohangászásra, illetve kicsit rosszabb utakra tökéletes, de terepre abszolút alkalmatlan. Nagyon rövidek a rugóutak, és elég kemény a rugózása is. A hatótávja az, ha nagyon ráérek, az azt jelenti, hogy 14-15 km per órával megyek, 100 kilósan, akkor 47-50 km-t is elmegy. Ha normálisan ilyen 25-tel, akkor egy 41 simán, de hát hogyha 30 meg nyilgázon megyek, akkor inkább 25-30. De hát ugye ez nagyon függ attól, hogy szembeszél van, nincs szembeszél, mennyi emelkedő van, milyen gyorsítások vannak, mennyire nyomod, húzod neki a gázt. Én raktam rá ide egy ilyen zárat. Meg egy telefontartót. Ez jó, mert ez itt is gumis. Meg itt is gumis, és akkor szépen be lehet fogadni a telefont, és akkor ezzel lehet összehúzni. Ami hibája van, az az, hogy megkopott a lengés csillapítónak a szára, az mind a két oldalon, de ez folyamatosan zsírzom is mindig. Innen kívülről is kenek rá zsírt, illetve a hátsó lengés csillapítónak a szára is megkopott, de azt is folyamatosan zsírozni kell, mert különben ropog. Mind a kettőt zsírzom. Látszik, hogy ott meg van kopva egy kicsit a festék. Teljesen jó. A gumiait azt két hetente pumpálni kell, mert 3,8-ra fölnyomom és két hét alatt lemegy 3,2-3,1-re. Most a fényvisszaverőt már én raktam rá utólag, mert ugye semmi nincs rajta szinte. Hát, sőt, kimondottan hátul ez van csak rajta, ez a sárga. Hogy de hátra is raktam. Hogy hátulról is legyen valami fényvisszaverés rajta. Meg az első villákra is raktam. De ezek állandóan lejönnek. Mert ugye ez kerek. A matrica meg inkább szeretne egyenes maradni. Ezt ilyen havonta egyszer újra kell ragasztanom, vagy másokat kell ragasztanom rá, és akkor előre is kapott egy fényvisszaverőt. Amúgy nagyon bejött a roller, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek. És néztem legutóbb az AliExpressen, akcióban 141 ezer forint. Európai raktárból szállítva. Ennyiért egy teleszkóp nélküli pálcikát nem kapsz meg, ami kicsit nevesebb gyártó. Még egyedül a nyitó mechanizmusát azt kellett fújni VD40-nel, mert az teljesen ki volt száradva és nehéz volt összecsukni, de most egy nagyjából, ezt nem mondom, hogy egykezes, de kétkezes mutatvánnyal meg lehet oldani. Tehát, aki ilyenbe gondolkozik, városi rohangászásra, az nyugodtan vásároljon ilyen rollert. Meg itt vagyok kint a pusztában. Mondjuk ez 1300 km elég sok, így jött össze, hogy elmentem rollerezni. Azért amikor emelkedőn vered fel az ember, az meg tudja enni rendesen az akkumulátort. Tehát volt olyan, amikor nagyon nagy emelkedőn kellett föl, mert inkább föltoltam. Csak maradjon hatótávom.
az embernek úgy csárt egy kis testmozgás, ha már úgy is rollerezik. De még a világítás, az első világítás az szerintem gyenge. De van egy jó pár másik roller itthon, és mindegyik erősebben világít, mint ez. Próbáltam most törölgetni, vagy valami, hogy miért lehet ez, de nem jöttem rá. Nem azt mondom, hogy nem lehet vele látni, de többi rollernek erősebb a fénye. De összességében még akkor is azt mondom, hogy egy tökéletes városi rohangászós, kényelmes roller. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!